Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, én Mess Attila vagyok. Május 26-a van, Fülöp és Everin névnapja. 41 évvel ezelőtt kezdte meg egyhetes útját a világűrbe Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén. 35 évvel ezelőtt pedig szintén ezen a dátumon lett hivatalos az Európai Unió zászlaja, 12 arancsillag kék háttérrel. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Több mint 10 000 elvégzett koronavírus tesztből mindössze 387 lett pozitív az elmúlt nap Szerbiában. Továbbra is folyamatos az immunizáció Szerbiában, egyre több fiatal veszi fel a védőoltást. Megérkeztek az első szerbiai turisták Görögországba. Észak-Macedónia június közepétől ingyenes autópálya használatot biztosít a számukra. Hazautazott Vajdaságba Pál Gajúdi Olivér, az SMA egy betegségben szenvedő bajmoki kisfiú január óta volt Budapesten. Jégvédelmi rendszerek beszerzését támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. újabb koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy napban Szerbiában. Az országban 10.345 tesztet végeztek el. Elhunyt 10 beteg, ezzel 6.811-re emelkedett a halottak száma. Kórházban jelenleg 981 személyt kezelnek, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. Darija Kisić Tepavčević munka és szociális ügyi miniszter arról beszélt, hogy a szociális intézmények lakóinak több mint 90%-a be van oltva. Hozzátette, a legidősebb korosztály ismét bebizonyította, hogy felelősségteljesen viselkedett, amikor az oltakozás mellett döntött. Više od 90% korisnika ustanove socijalne zaštite do ovog momenta je vakcinisano, a imamo recimo i ustanove kao što je Gerontološki centar u Novom Sadu, gde je 95% svih korisnika vakcinisano i to se odrazilo na značajan pad učestalosti obolevanja od ove bolesti. U ustanovama socijalne zaštite na današnji dan ukupno je 12 korisnika pozitivno. Radi se uglavnom o lakšim formama bolesti. Folyamatos az immunizáció Szabadkán és az Újvárosházán lévő oltóponton délelőtt a revakcináció zajlott, 200 személyt hívtak be, de fogadták a bejelentkezés nélkül érkezőket is, akik az első dózist kapták meg. Jelenleg a kínai Sinopharm és a Pfizer oltóanyagát adják be. A délelőtti órákban folyamatosan érkeztek az oltakozni vágyók a szabadkai immunizációs pontra. A második dózis felvételére 200 embert vártak. Emellett bejelentkezés nélkül is fel lehetett venni a vakcina első adagját. Berec Anita családja miatt döntött a vakcináció mellett. Az elsőnek jöttem a kínai vakcinát fölvenni. Hát végül is nem szerettem volna, de rokonságban elég sokan fölvették. Apósom is jött fölvenni, és akkor mondta, hogy kísérjem el, és akkor úgy gondoltam, hogy én is fölveszem. Az új városházán jelenleg a Pfizer és a Sinopharm oltóanyagok közül lehet választani azoknak is, akik bejelentkezés nélkül oltakoznának. Zorán Szabolovics szeretné megóvni családját a vírustól, ezért döntött az oltás mellett. Prvenstveno zbog svoje sebe i svoje porodice. Imam dete, 12 godina, ono ne može da se vakciniše prvenstveno zbog njega, a i zbog sebe normalno. I koju vakcinu ćete primiti? Kinesku. Az oltóponton lévő illetékesek elmondták, hogy az Újvárosháza este 8-ig várja a polgárokat, és az immunizáció a hétvégén is zajlani fog. A szabadkai oltóponton az Újvárosházán folyamatosan érkeznek az érdeklődők a koronavírus elleni védőoltás felvételére. Szintén bejelentkezés nélkül is lehet eljönni és felvenni a védőoltásokat. Jelenleg a Pfizer és a Sinopharm vakcinák közül lehet választani. Az érdeklődők között egyébként egyre több a fiatal egyetemista. Ismét beléphetnek a szülők az óvodák épületébe Szabadkán. A döntés a héten lépett életbe. Az iskoláskor előtti intézményekbe ezentúl a szülő kíséri be a gyermeket és öltözteti át a járványügyi előírások betartásával.
7 óra 15 perc. A Garai család egy része óvodába indul. Viktort édesanyja most már nem csak az ajtóig kíséri, be is mehet, egészen a csoportszobáig. Korábban viszont nem így történt. Mint mondták, az az időszak nem volt könnyű, de megszokták. A gyerek ahhoz alkalmazkodik, ami van. Tehát ő azt szokta meg, hogy én nem mehetek be. Aztán most, mikor szerencsére már be lehetett menni, akkor azért egy egész kicsit abból a szempontból, hogy szerintem az óvónőknek is könnyebb, mivel nem nekik kell azt a rengeteg gyereket vetköztetni, öltöztetni, meg ugye bekísérgetni, hanem tudjuk ugye mi anyukák. Másrészt meg lehet, hogy egy picit nehezebb, mert az elválás így egy kicsikét hosszadalmasabb, mert ugye én tudom vetköztetni, akkor még búcsúzkodunk, tehát azt is igyekszem rövidre vágni inkább a fiam miatt, hogy ne legyen még nehezebb így is neki kicsit ott maradni. Tavaly rendhagyó módon kezdődött a tanév az óvodások és a bölcsisek számára is. A szülők csak az ajtóig vihették a gyermekeiket, azonban most megnyílt a kapu Szabadkán, és a szülők egészen a szobák ajtajáig vihetik be a kicsiket. Elég rossz volt, hogy nem bírjuk bemenni, meg átütözni, meg minden, mert megszoktunk, hogy úgy legyen, és akkor csak hirtelen ez jött, hogy nem szabad. De most jobb, ahogy ez jött, hogy bírjuk bemenni újra, és akkor csókulás, minden az szép. A megkérdezett szülők elmondták, ezzel könnyebb és egyszerűbb lesz a kommunikáció is az óvónőkkel. Nagyon örülünk neki minden esetre, mivel tényleg nagyon hiányzott ez a közös kapcsolat, az információ átadás a szülők és az óvónők között, úgyhogy nagyon örülünk neki. Sokkal könnyebb, biztos vagyok benne, hogy mind a két fél részéről, hiszen mégiscsak a saját gyermekeinket visszük be. Van olyan szülő, aki most először lép be az óvoda belső területére, hogy így mondjam. Nekik ez teljesen új, ez olyan, mint hogyha most indulnának a gyermekeik. Ők csak rövid ideig tartózkodhatnak az épületben, és kötelezően be kell tartani a járványügyi előírásokat, viselni kell a szájmaszkot, kezet kell fertőtleníteni, és belépéskor a lázat is megmérik. Odluka je doneta 17. ovog meseca. Kako vidimo, broj obolelih i zaraženih u Subotici je drastično pao, tako da smo doneli odluku da rasteretimo naše vaspitače, a i da roditelji mogu da ponovo ulaze u vrtić da imaju bolji uvid u stanje vrtića, u rad celog objekta, rad vaspitača. Elképzelhető, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben ismét a szülőkkel közösen zajlik majd az újján beiratkozó gyerekek beszoktatása az óvodákba és a bölcsödékbe, tette hozzá Veljko Vojnić. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.rs Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az EU-Praván. De megteheti a 0800 222 334-es telefonszámon, reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Megérkeztek az első szerbiai turisták Görögországba egyénileg és szervezetten, autóbusszal is át lehet lépni a görög határt. Teljes kapacitással dolgoznak a határátkelők, ahol a szerbiai állampolgárok Görögországba léphetnek, a Bulgáriával és az Észak-Macedóniával határosak is. Jelentések szerint nem kell számottevő várakozásra számítani, amennyiben rendelkezünk a szükséges, már korábban kitöltött formanyomtatvánnyal, igazolással, az oltakozásról vagy a negatív PCR-tesztről. Nem kell útdíjat fizetniük a szerbiai turistáknak június 15-től Észak-Macedóniában. Mintegy 200 ezer elektronikus fizetőjegyet biztosítanak június 15-e és augusztus 15-e között az országon áthaladó szerb állampolgároknak. A 2,8 millió euró értékű fizetőjegyeket a Tabanovcei határátkelőhelyen osztják ki. A gesztus a hálájuk jele, amiért Szerbia korábban koronavírus elleni vakcinát ajándékozott Észak-Macedóniának. Magyarországon újabb 213 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést, és elhunyt 41 beteg. Kórházban 1373 COVID-beteget ápolnak, 148-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már 5 millió 40 ezer, közülük csaknem 3 millió 200 ezeren a második oltást is megkapták.
Hazautazott Vajdaságba Pál Gajódi Olivér, az SMA egybetegségben szenvedő bajmoki kisfiú, január óta volt Budapesten. Olivér márciusban kapta meg a génterápiás kezelést, utána egy lakásban volt szüleivel, ahonnan hetente jártak be ellenőrzésre a Betesda gyermekkórházba. Stábunk a budapesti indulást megelőzően beszélt Olivér anyukájával, az orvosával. Pál Gajódi Olivér az elmúlt hónapokban láthatóan megnőtt, kikerekedett, már érdeklődve figyeli a rajzfilmeket is. A Budapesten töltött 4 hónap után pedig végre hazautazik. Nagyon várják a nagyszülők, a nenák, a bátyák, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülnek neki, hogy végre haza tudunk menni, meg hát persze mi is, mert hát nagyon régóta nem találkoztunk a szüleinkkel. Hosszú út áll Olivér és szülei mögött, de a számos megpróbáltatás után most már a gyógyulás felé halad a bajmoki kisfiú. Csak vakációra megyünk haza, és ide fogunk visszajárni további kontrollákra, illetve kezelésekre. Most a június vége felé pedig indulunk rehabilitációra Pécsett. Olivér valóban jobban van, erősítette meg dr. Mikos Borbála is, a Betesda gyermekkórház orvosigazgatója, a Zolgázma Team vezető orvosa elmondta. Olivér már hosszú órákat tölt minden nap önállóan lélegezve, valamint a táplálásában is előrelépés történt. Így több olyan szabad órája is van már minden nap a kisfiúnak, amikor nem függ semmilyen géptől sem. Mi terveink szerint minden gyermeket, akinél génterápia történt, örömmel ellenőrzünk rendszeresen, és ezt az ellenőrzést bizony hosszú távra, összesen 60 hónapra, tehát 5 évre szeretnénk megvalósítani, hiszen hogy a génterápiának valóban a tartós, bizonyító erejű eredménye mennyi, az csak hosszú távon lehet majd megítélni. A doktornő hozzátette, Olivér állapotán a továbbiakban komplex fejlesztő módszerekkel, egyebek mellett gyógytornával javítanak majd a szakorvosok. A következő időszakban fontos lesz az, hogy javuljon a kisfiú mozgás fejlődése és életminősége. háromszáz új munkahely jön létre a Bizerba szerbiai befektetésének köszönhetően, hangzott el az erről szóló szerződés aláírását követően. A német cég Vájevóban ruház be, ami nem csak a település, hanem az egész körzet számára jelentős előrelépés lesz, mondta Alekszandar Vučić, szerb államfő. A Bizerba világszerte egyedülálló mérőeszközöket kínál a kézműipari, kereskedelmi, ipari és logisztikai ügyfeleknek. A szerbiai részlegben 2022-ben kezdődhet meg a termelés. Jégvédelmi rendszerek beszerzésére nyújt támogatást a tartományi mezőgazdasági titkárság. A vajdasági gazdákkal ma írták alá a szerződéseket. 103 szőlő és gyümölcs termelő gazda kapott vissza nem térítendő támogatást jégvédelmi rendszerek képítésére. A befektetés összértéke 170 millió dinár volt a gazdák önrészével együtt. Ebből a tartományi titkárság része 85 millió dinár volt. A kispiaci Baka Teréz és családja gyümölcstermesztéssel foglalkozik nagyjából 10 hektáron. Emellett konyhakerti veteményeket is termesztenek fóliasárcsakban. 5 hektárnyi terület jégvédelmére pályáztak. Befektetésük 40%-át térítette vissza a tartományi mezőgazdasági titkárság 20 ezer euró értékben. Nagyon fontos a jégvédelmi háló, mert hogyha jég jön, akkor elveri a gyümölcsöt, és akkor nagyon, tehát nem tudjuk értékesíteni. A királyhalmi Mészáros Gábor szerint állandó befektetések nélkül ma már elképzelhetetlen a gyümölcstermelés. Alma ültetvényeinek nagy része már most jégvédelmi hálók alatt van. Ezúttal 1,5 hektár almás jéghálóval való lefedésére pályázott, amelynek értéke 1 millió 900 ezer dinár. Nagyban hozzájárul ez a beruházás, hogy minőségesebb terméket tudjunk előállítani az ültetvényben. Ez egy hatalmas segítség a tartományi kormánytól. A piaci versenyben csak az első osztályú termékekkel lehet érvényesülni, ezért van szükség az ilyen fejlesztésekre, emelte ki Ótot Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
Folyamatban vannak a Vajdaság területén a jégvédelmi rendszereknek az automatizálása. Tudnunk kell azt, hogy az újvidéki radarközpont az ezekben a hónapokban befejeződik, és a számosi és a bajsai radarközpontnak a fejlesztése is a következő 2-3 évben meg fog valósulni. A tartományi kormány a jövőben is szeretne minél nagyobb támogatásokat biztosítani a vajdasági gazdáknak a mezőgazdasági termelés minden szegmensében, mondta Csedomir Bózsit, tartományi mezőgazdasági titkár. Danas imamo priliku da uručimo ugovore koji se odnose na konkurs za protivgradnu zaštitu, odnosno za nabavku opreme za protivgradnu zaštitu i elemenata za podizanje novih zasada, vinove loze, voća i hmelja. A pályázók két lehetőség közül választhattak. Utófinanszírozást igényelhettek, de előszámlával is lehetett pályázni. Akik így tettek, a szerződés aláírását követően tudják megvásárolni a felszerelést. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács pályázati felhívása a Vajdasági Jogász Ösztöndíj programra. A támogatásra azok a személyek pályázhatnak, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és első ízben felvételeznek Szerbiában akkreditált jogászképzés első év folyamára, magyar nyelven végezték az általános és középiskolát, valamint vállalják, hogy a diploma megszerzését követő 5 évben legalább 3 évig Szerbia területén dolgoznak. Az ösztöndíjak havi összege nettó 100 000 forint dinár ellenértéke. A pályázatok beadási határideje június 30, 14 óra. Bővebb információk a Magyar Nemzeti Tanács oldalán a www.mnt.org.rs címen találhatóak. Nagy hangsúlyt fektet a népesség politikára, a Törökbecsei önkormányzat az újszülöttek 20 000 dináros egyszeri anyagi támogatásban részesülnek, de a jövőben babacsomagot is kapnak majd. A demográfiai előregedést kizárólag közös erővel lehet megfékezni, hangzott el a családvédelmi és demográfiai segédminiszterrel folytatott megbeszélésen. Az elmúlt években az Illetékes Minisztérium és Törökbecse önkormányzata között kitűnő volt az együttműködés, ez a jövőben is folytatódik. Alexandra Csamagic, családvédelmi és demográfiai segédminiszter elmondta, az anyagiakon túl más módon is támogatni kell a családokat. Na náma jeste da ih da se potrudimo da tu sliku popravimo i da u stvari uslove za život porodica popravimo i kažem to se ne radi samo materijalno, već i nekom i dobrom voljom i primjerima dobre prakse. Ono što smo ovdje čuli jeste da su velika izdavanja koja se tiču porodice. Verovatno već svi znamo i šta država radi po tom pitanju. Imamo roditeljski dodatak, izdvajanja za porodilje. I puno je mera i na lokalu koje se realizuju. Az elmúlt években a Bánáti községben különös figyelmet fordítanak a népességpolitikára, azzal a céllal, hogy minél több fiatal vállaljon gyereket. A község évi költségvetésből jelentős összeget irányoznak elő az újszülöttek, a kisalmák, az óvodások, az iskolások, főiskolások és az egyetemisták támogatására. Ovštine, dakle, ima cijel jedan paket mera, dakle, počnete od vantelesne oplodnje, dakle, mi pratimo malta ne kompletno do punoletstva decu. Naravno u skladu sa svojim mogućnostima. Dakle, od paketa koji je vezan za vantelesnu oplodnju, naravno tu je Republika učinila mnogo toga da tu situaciju poboljša na republičkom nivou, odnosno da olakša i konkurisanje. Törökbecse községben az újszülöttek 20 000 dináros egyszeri anyagi támogatásban részesülnek, ami mellé a jövőben babacsomagot is kapnak majd. Partizán Crvena Zvezda labdarúgó mérkőzés volt, ez már a kupa győztest eredményezte, mondjuk a részleteket egyéb infók mellett. Június 11-től várja a csobbalmi vágyókat az Adai strandfürdő. Népzenétől lesz hangos a hétvégén a Palicsi Dópart. Pénteken és szombaton rendezik meg a Folk Music Festet a Vigadó teraszán. Mielőtt tovább mennénk, kapcsoljuk a közügyek stúdióját, ahol a híradót követően Loboda Árpád számít figyelmükre. Szia Árpád, milyen témákkal készültek?
Szervusz Attila, köszöntöm a híradó nézőit. A közügyekben elmondjuk a tudnivalókat a magyar kártyaalapú védettség igazolványról, majd azzal foglalkozunk, hogy a hideg és csapadékos időjárás miatt nem fejlődnek megfelelően a haszonnövények. A közügyekben bemutatjuk a szabadkai magyar tannyelvű tanító képzőkart, és utána járunk annak is, hogy kinek a kötelessége karban tartani a köztereket és a játszótereket. Műsorunk végén pedig bemutatjuk a pancsovai Szokó hegymászó és ökológiai klubot, és egy fiatal, tehetséges sportmászó érkezik a stúdióba. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk! Köszönjük szépen! Június 11-től várja a csobbanni vágyókat az Adai strandfürdő, a medence komplexumban több fejlesztésre is sor került, illetve ha a járványügyi intézkedések is enyhülnek, akkor interaktív programokkal is készülnek az illetékesek. A jó idő beköszöntével lassan életre kelnek a strandok. Nincs ez másképp Adán sem, ahol közel 50 ezer négyzetméteren három különböző méretű medence várja, a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Többek között felújítottuk az összes gyalogjárdát a strandfürdő területén. A legkisebbeknek egy kalózhajóval készülünk, szerintünk a gyerekek nagy-nagy örömére. Viszont azt is meg szeretném még említeni, hogy ahogy a köztársasági válság törzs már beharangozta, reméljük azt, hogy június végétől a fakultatív programok is elindulhatnak. Továbbra is, ahogy már az előző években, zenei rendezvényeket szeretnénk folytatni. Az igazgatótól megtudtuk, hogy a felújításokkal és az idényre tervezett programokkal bíznak abban, hogy minden korosztály részére kielégítő élményt fog nyújtani az Adai strandfürdő. A napi jegyek egyébként 360 dinárba fognak kerülni a felnőttek számára, míg a nyugdíjasok és a gyermekek számára 270 dinár. Lehetőség van idényjegy kiváltására is, ami a felnőttek számára 7100 dinárba kerül, a nyugdíjasok és a gyermekek számára 5500 dinárba. Viszont az Ada községben élők számára a kedvezményes szezonjegy is kiváltásra kerülhet, ami ez esetben 3900 dinárba kerül az egész szezonra, míg a gyerekeket érintően és a nyugdíjasokat érintően 3050 dinár lesz az ára. Ada község önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes idényjegyeket biztosít a községbeli általános iskolák diákjai számára a helyi Adica üdültetési közvállalat által üzemeltetett medence komplexumba. Községünk területén minden általános iskolás diák megkapja ezt az ingyen szezonjegyet, illetve ehhez még hozzá kell tenni, hogy az újszülöttektől a 7 éves korig különben is ingyenesen be tudnak menni a medence területére. Tehát ebből kifolyólag ugye megállapítható, hogy az újszülöttektől egészen a 15 éves korú fiatalokig ingyenes bemenetellel rendelkeznek az egész nyár folyamán. A strand medencéit a még hátramaradt felújítási munkálatokat követően június 7-én kezdik el vízzel feltölteni, és ahogyan minden évben, úgy idén is szeptemberig várják a fürdőzni és a strandolni vágyókat. Népzenétől lesz hangos a hétvégén a Palicsi tópart. Pénteken és szombaton rendezik meg a Folk Music Festet a Vígadó teraszán. Tamburazene, vonósok, gyerekkoncert és kísérő rendezvények szerepelnek a programban, amelyet sajtótájékoztatón ismertettek. A kétnapos fesztivál május 28-án pénteken kezdődik egy hegedűs tamburás esttel. 18 órától a budapesti Pengetős trió muzsikál, majd a tamburásoké lesz a színpad, a szabadkai Rávnica és a csantavéri Mendikus lép fel. A Rávnica saját szerzeményeket is bemutat, mondta Nikola Jaramazovics zenekarvezető. Subotica pravi primer kako je lepo biti različit i kako je lepo onda tu različitost predstaviti drugima, da drugi shvate da u stvari različitost je jedno veliko bogatstvo koje mi imamo i sa kojim se ponosimo.
A fesztivál második napján szombaton már 15 órától népművészeti kirakodóvásárral, kézműves foglalkozásokkal, népi gyerekjátékokkal készül a Talentov Egyesület. Majd 16 órakor dr. Pásztor Bálint, a városi képviselőtestület elnöke mond köszöntőt. Ezután a Juhász zenekar új gyereklemezét mutatja be. Az új lemezünknek a bemutatója, Tudom én már című lemeznek a bemutatója, amely most már 6. koncertjét fogja tartani, hiszen Palicson, Szabadkán, Bács-Feketehegyen, Zentán és Tordán is muzsikáltuk már ezt a koncertet az elmúlt hetekben, és azt gondolom, hogy a gyerekek számára, a családok számára egy nagyon jó kis program lehet ez a Folk Music Fest szombaton délután. 17 órától klasszikus népzenei koncertek következnek. A szabadkai Duhaj és a szegedi Rozsdamaró zenekart hallhatja a közönség. Utóbbi új felállásban érkezik, köztük Csizmadia Anna kupuszinai népdalénekessel. 20 órától a Bajai Duna népzenei társulás zenél majd. A koncertekkel párhuzamosan a Vigadó teraszának másik oldalán 17:30-tól Torok Orsolya tart hangszerbemutatót a gyerekeknek, majd 19 órakor a Szent Longinusz középkori hagyományőrző egyesület bemutatója kezdődik. A Folk Music Festre kilátogatók pedig örülhetnek, hiszen az előrejelzések szerint pénteken és szombaton is száraz napos idő várható Palicson, sőt Vajdaság más részein is. Így lesz ez holnap is, túl meleg azonban nem lesz, 20 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek. Az újabb csapadékot adó felhők vasárnap érhetik el vidékünket. Kupa győztes, a Crvena Zvezda labdarúgó csapata, a piros-fehérek a keddesti döntőben, a szintén belgrádi Partizánt győzték le. A rendes játékidőben egyik csapat sem talált a hálóba, valamint a 2x15 perces hosszabbításban sem született gól, így büntetőkkel dőlt el a kupa győztes kiléte. A Partizán játékosai kétszer is hibáztak, így a piros-fehérek ebben a szezonban dupláztak, a Crvena Zvezda ugyanis korábban a bajnoki címet is megszerezte. A kettős sikerre 14 éve vártak a csapat szurkolói. Ma játsszák az Európa Liga döntőjét. A kupa elhódítására esélyesebbnek tartott Manchester United a Villarreallal csap össze. A mérkőzés 21 órakor kezdődik a lengyelországi Gdanskban. A mérkőzést nézők előtt játsszák, de a stadion kapacitásának csak 95%-át használhatják ki, vagyis 9500 néző lehet ott a finálén. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap kiemelt témái. Több mint 10 000 elvégzett koronavírus tesztből mindössze 387 lett pozitív az elmúlt nap Szerbiában. Továbbra is folyamatos az immunizáció Szerbiában, egyre több fiatal veszi fel a védőoltást. Megérkeztek az első szerbiai turisták Görögországba. Észak-Macedónia június közepétől ingyenes autópálya használatot biztosít a számukra. Hazautazott Vajdaságba Pál Gajúdi Olivér, az SMA egy betegségben szenvedő bajmoki kisfiú január óta volt Budapesten. Jégvédelmi rendszerek beszerzését támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. Megköszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-on további híreket és információkat találnak, de riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik, maradjanak velünk a folytatásban is. Mindjárt kezdődik a közügyek, Lobod Árpád várja önöket, én este 8-kor friss hírekkel várom viszont önöket, viszontlátásra.